Köszöntöm nézőinket, a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kilián Máté vagyok, főbb híreink néhány mondatban. Szerdától ingyenes a parkolás Szekszárdon, Ács Rezső polgármester rendelete június 30-áig érvényes. Önkéntesség, Bátaszéken is segítik a városban élő időseket. Élet az idősek otthonában, a vírus miatt látogatási tilalom van mindenhol. Az egészségügyieket bíztatják, egyre többen tapsolnak értük esténként. Ingyenes lesz a parkolás Szekszárdon április 1-e és június 30-a között, erről döntött Ács Rezső polgármester hétfőn. Az intézkedés Szekszárd valamennyi fizetős parkolóját érinti. Hétfőn még fizetni kellett a parkolásért Szekszárd belvárosában, szerdától, vagyis április 1-től viszont már ingyen lehet parkolni a város egész területén. Az erről szóló döntést Ács Rezső, a település polgármester a hét első napján hozta meg. Azt mondja, a forgalom ugyan csökkent a koronavírus miatt, ám még mindig sokan használják az autóikat. Az ő mindennapjaikat akarja az önkormányzat így megkönnyíteni. Április 1-től 6-30-áig lesz ingyenes a parkolás Szekszárdon egyelőre, és akkor meglátjuk, hogy a három tapasztalatai alapján érdemes lesz-e továbbvinni, vagy hogy alakul a válsághelyzet. Én azt gondolom, hogy ezt továbbiakban is fogom vállalni, hogyha szükség lesz rá, hogy a szekszárdiak számára térítésmentes legyen a parkolás, és nem csak a szekszárdiak számára, hanem aki vidékről jön be, számukra is. Az ingyenes parkolás mellett számos intézkedést hozott meg a város polgármestere az elmúlt hetekben a vírus terjedésének lassítása érdekében. Ezek közül az egyik a szekszárdi közterületek fertőtlenítése volt. A munka már pénteken elkezdődött, a héten pedig folytatódik. A kis autó, amelyik a fertőtlenítőt kiutatja, már a mai napon dolgozik. Nagy utak holnaptól, holnap utántól kezdik el a munkát, és a teljes város vonatkozásában az utakat, illetve a járdákat is szeretnénk fertőtlenítő szerekkel lemosni, de ehhez azt is hozzáteszem, hogy szeretném kérni a szekszárdiak segítségét, hiszen a saját lakóövezetük vagy lakóépületük környezetében saját maguk is meg tudják tenni azt, hogy fertőtlenítenek. Hétfőn a városban elindult a diákok és az óvodások ételkiszállítása is. Az első napon több mint 300 adag ebédet vittek ki az önkormányzat munkatársai és az önkéntesek. Az igény viszont várhatóan nőni fog, ezért most főként olyan önkéntesek jelentkezését várják, akiknek jogosítványa vagy esetleg saját autója is van. Animációs kisfilmmel népszerűsíti a szekszárdi önkormányzat a városban felállított önkéntes rendszert, aminek segítségével a helyi idősek ellátását oldották meg. A filmből kiderül, hogy Szekszárdon több mint 4870 év feletti polgár él, ők a 74-679-000-as telefonszámon jelentkezhetnek, hogy az önkéntesek bevásároljanak, vagy például gyógyszert váltsanak ki nekik. A filmben az is elhangzik, hogy a szociális központtól a városban élő nyugdíjasok ebédet is rendelhetnek, ehhez a 74-es körzet 319-041 számot kell hívniuk. Újabb intézkedések lépnek hatályba a szekszárdi Balassa János kórházban 2-től a koronavírus járvány lassítása érdekében. A Béri Balog Ádám utca felőli bejáraton már csak a kórházi dolgozók léphetnek be az intézménybe. A betegeknek az Íbl Miklós utcai bejárat felől lesz lehetőségük a kórházba érkezni. Az úgynevezett betegbejáratnál sátrakban előzetes betegszűrés történik, és annak eredményétől függően történik meg a betegek továbbirányítása. Ugyanilyen előzetes betegszűrésen kell átesniük a rendelőintézetbe és a szülészet épületébe érkezőknek is. Hétfőn megérkeztek a kivezényelt kórházparancsnokok Tolna megyébe is. Ennek értelmében Szekszárdon, Bonyhádon és Dombováron is magasrangú rendőri vezetők irányítják a készletgazdálkodást. A tervek szerint ennek köszönhetően az egészségügyi személyzet, beleértve az eddig adminisztratív munkával terhelt orvosvezetőket is, kizárólag a gyógyítással kell foglalkozniuk. A kórházparancsnokok ugyanakkor orvosszakmai kérdésekben nem tehetnek javaslatot és nem hozhatnak döntéseket. Sok településhez hasonlóan Bátaszéken is önkéntes rendszerrel oldották meg a helyi idősek ellátását, bőven jelentkeztek segíteni akarók, így a városban jól működik a helyi nyugdíjasok ellátása. A Bátaszéki Gondozási Központban továbbra is működnek azok a szolgáltatások, melyek az idősek segítését szolgálják.
emellett a koronavírus járvány miatt szükségszerű a napi igények kielégítését is megszervezni. Most egy új segítési forma is az önkormányzat révén bejött a szolgáltatások közé, ez pedig a 70 év felettiek bevásárlási szolgáltatása, ami azt jelenti, hogy ha valaki jelentkezik hozzánk a megadott telefonszámokon, 70 év feletti, és szeretne szolgáltatást kérni bevásárláshoz és gyógyszerkiváltáshoz, akkor ebben önkéntesek bevonásával tudunk segíteni. Az önkormányzat felhívására számos önkéntes jelentkezett. Azt mondják, nem csak a bevásárlásra van szükség, hanem párperces beszélgetésre is a kapuban, amivel oldják az idősek egyedül létét. Szerintem annyira ők se tudták felfogni ezt a helyzetet, mert azért ez Magyarországon még két hete van, de tehát jól viselték. Tehát én úgy vettem észre, hogy ők ezt fölfogták, hogy ők nekik otthon kell maradni. Megpróbáltunk mindenből az olcsóbbat vásárolni, de hát olyan drágaság van, hogy ez elég nehezen jött össze, de mindent kaptunk, és nagyon-nagyon örültek. Úgy gondolom, hogy akkor, amikor átadtuk ezeket a csomagokat, akkor volt, akinek még könnyű szakadt a szeméből. Jelenleg kellő számú önkéntes dolgozik az idősek ellátásán. A felmérések azt mutatják, ha hosszú távon szükség lesz a munkájukra, van tartalék ezen a téren is Bátaszéken. Hatalmas bajban vannak a szekszádi éttermek a koronavírus járvány miatt. A rendkívüli helyzet idejére egyes vendéglátósok határozatlan időre bezártak, dolgozóikat fizetés nélküli szabadságra küldték, vagy elbocsátották egy részüket. Mások átálltak az ételkiszállításra, így próbálnak némi bevételre szert tenni. A vendéglátók kerekasztala Szekszárdért Egyesület elnöke azt mondja, az a legnagyobb baj, hogy bizonytalan a jövő, és nem látják a járvány végét, így szerintük felelősségteljes döntéseket is nehéz hozni. Üres utca, bezárt éttermek. Ezt fogadja az embert Szekszárd sétáló utcájában. A koronavírus járvány miatt a vendéglátósok ugyanis kénytelenek voltak első körben rövidített nyitvatartásra átállni, majd amikor jelentősen csökkent a forgalmuk a cégek munkahelyek bezárása és a kijárási korlátozás miatt, egyes éttermek határozatlan időre bezártak, mások átálltak az ételkiszállításra. A még működő éttermek ingyenes kiszállítással próbálják megtartani vendégeiket és némi bevételre szert tenni, ám ez az összeg csak az életben maradáshoz, a rezsijük kifizetésére lesz elég, a dolgozók bérét ez nem fedezi, mondja Kesszei Szabolcs, a 10 éttermet képviselő vendéglátó kerekasztal a Szekszárdért Egyesület elnöke. Nyilván hallunk olyan híreket a városból, hogy megkezdődtek a leépítések. A többség egyelőre kitart. Nyilván volt a kormány részéről ez a fajta intézkedés, hogy a munkáltatói járulékokat elengedte, munkavállalói járulékokban kedvezményt biztosít, ez szükséges, de nem elégséges. Azt mondja, egy munkáltató akkor fizeti járulékot a dolgozó után, ha szüksége van rá, vagyis a járulékkedvezmény most nem jó megoldás szerinte. Kesszei Szabolcs most úgy döntött, az általa vezetett étteremnél csökkentett munkaidőt vezet be, senkit nem bocsát el. Azt látjuk, hogy 25 főnek most per pillanat ez nem tud egyfajta megélhetést biztosítani, de nem szeretnénk senkitől megválni, senkitől nem szeretnénk elköszönni, ezért úgy egyeztünk meg a kollégákkal, hogy ezt a feladatot valahogy egy ilyen csökkentett munkaidőben minden egyformán szétosztjuk, és egy egyforma keresetet biztosítunk mindenkinek. A szekszárdi vendéglátósok abban bíznak, hogy az állam munkabértámogatást ad majd a munkáltatóknak a nyugat-európai országokhoz hasonlóan, így az állások és a munkahelyek is megmenthetőek lennének. A piac bezárt, de az árusoknak továbbra is lehetőségük van termékeik értékesítésére Szekszárdon. A kistermelők árusítását a város különböző pontjain igyekeznek megoldani. Szinte tele vannak a pultok áruval, egy átlagos piaci naphoz viszonyítva mégis kevesen vásárolnak, mondta ez a szekszárdi eladó. Szekszárdon a piac bezárt, de az árusoknak továbbra is lehetőségük van termékeik értékesítésére. Erről döntött néhány napja Árcsezső polgármester. A krumpli és hagyma iránt nagy az érdeklődés. Ezek beszerzési ára 20-40 forinttal növekedett az elmúlt két hétben, így kénytelenek az eladók is minimálisan emelni az eladási áron. A gyömbér és a torma beszerzése pedig lehetetlen, mivel alig kapható, ha van, akkor csak többszörös áron. Így, hogy tilalom van, így annál jobban nincs forgalom.
sehol igazából. Mindenki ott árul, ahol tud, parkolókba, vagy piac előtt éppen, vagy más áruházaknál a parkolókba. Úgyhogy nem tudunk mit tenni ez ellen. Sajnos ez a helyzet van, ezt kell elfogadni, ami van éppen. A termelői árusítás engedélyezett Szekszárd különböző pontjain, mondta Árcs Rezső legutóbbi hétértékelőjén. Az ehhez szükséges engedélyek kiadását már elkezdték, és városképi szempontokat sem fognak vizsgálni, tájékoztatott Árcs Rezső. Azok a tömörülések, csoportosulások megszűnjenek, amik a piacon szoktak előidéződni, hiszen azt nem tudjuk garantálni, hogy aki lemegy a piacra, az ne beszélgessen, mondjuk, és ne jöjjön össze egy nagyobb csoport. Ezért azt a döntést hoztam, hogy a piacot bezárjuk, de az árusítóknak lehetőséget biztosítunk a város különböző pontjain a zöldség, gyümölcs vagy bármilyen más termék árusítására. Továbbá egy olyan térkép kiadásán is dolgoznak, amelyen fel van tüntetve, hogy melyik árus a város melyik pontján elérhető. Az ország valamennyi idősek otthonában látogatási tilalom van érvényben a koronavírus miatt. Ha személyesen nem is, de Skype-on vagy telefonon tarthatják a kapcsolatot az otthon lakóival a hozzátartozók. A Szekszárdi Kelemen József idősek otthonában más, alternatív megoldást is kitaláltak erre. A látogatási tilalmat hirdető felirat fogadja a Szekszárdi Szociális Központhoz érkezőket. A koronavírus járvánnyal kapcsolatosan az egyik ismert információ, hogy az idősek körében nagyobb az esélye a fertőzés súlyos szövődményeinek és a halálnak. Ezért március 8-ától látogatási tilalom van az ország összes idősek otthonában. A zárt közösségekben gyorsan tud terjedni egy vírus, az összezártság és a bentlakók egészségi állapota legyengült immunrendszere miatt. Ebben a helyzetben a gondozottak és a gondozók is megnövekedett veszélyérzettel és stresszel kénytelenek együtt élni. Az otthonon belül sem szabad csoportosulni az időseknek, tehát elvileg meg kellene tartani a 1,5 méteres távolságot, ami a gyakorlatban nem mindig megoldható. De mind a 4 idős otthonban foglalkoztatunk mentálhigiénés szakembereket, akik igyekeznek mentálisan is támogatni az időseinket, és a lehető legkönnyebben és legjobban túlvészelni ezt az időszakot. Az idős rokonokkal, hozzátartozókkal ebben az időszakban is fontos a kapcsolattartás. A Szociális Központ vezetője elmondta, hogy amit a jogszabályok és lehetőségeik engednek, megtesznek. Így Skype-on vagy telefonon tarthatják a kapcsolatot az otthon lakói hozzátartozóikkal. Miután a hozzátartozók nem hozhatnak be semmit, nem szeretném, hogyha bármivel bekerülne a vírus az intézményeinkbe. Tettünk egy olyan felhívást, amivel gyümölcsöt kérünk. A gyümölcsöt pedig azért, mert szeretném a hét minden napján természetes vitaminpótlást megoldani az időseinknél, ugye ezzel is segítve egy kicsit a egyébként is legyengült immunrendszerüket. A Szekszárdi Kelemen József idősek otthonában 155 idős embert látnak el 4 különböző épületben. Ezen kívül napi szinten saját otthonaikban 95 idős embert gondoznak, 274 idős embernek visznek napi egy meleg ételt, és folyamatosan működik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 136 ember van a rendszerükbe, akik a nap 24 órájában bármikor jelezhetnek, ha problémájuk van. Egyre többen tapsolnak esténként lakásaik ablakában vagy erkélyen az egészségügyi dolgozókért, így bíztatják őket. Az internetre folyamatosan kerülnek fel az ilyen, főleg telefonnal felvett videók, sőt olyat is látni, amikor például mentősök mondanak köszönetet a bíztatásért. Tapsvihar az egyik szekszárdi utcában. A sötét miatt az embereket alig látni, a kezeik hangja viszont visszhangzik. Egyre többen csatlakoznak ahhoz a kezdeményezéshez, aminek a lényege, hogy az emberek esténként az ablakaikból és az erkélyeiken tapsal biztatják a koronavírus elleni harc frontvonalában dolgozó orvosokat, ápolókat és mentősöket. Ezt a szekszárdi videót ugyanúgy, mint az előzőt a Facebookra töltötték fel. Az ország valamennyi részéről minden este egyre több hasonló képsor kerül fel a közösségi média felületekre. Ezeket a képsorokat pedig stábunk vette fel. Itt is jól hallatszik, hogy a panelházak között hangosan szólnak a tapsok este 8 órakor Szekszárdon. Ez a videó pedig a szekszárdi mentőállomáson készült. Egy vonulós kocsi szirénáját szólaltatták meg és villantottak vele az ott dolgozók a biztatásokért köszönésképpen. Még azt is hallani, ahogy néhányan örömújongással válaszolnak.
Az egészségügyi dolgozókért nem csak Magyarországon tapsolnak minden este, a gesztus olyan országokból indult, ahol a koronavírus korábban jelent meg, és rengeteg ember életet követelt már, így Magyarország mellett Olasz és Spanyolországban is minden este így mondanak köszönetet az egészségügyi dolgozóknak az ott élők. Telefonos csalókra figyelmeztet a rendőrség. A módszerük az, hogy nem Magyarországon regisztrált külföldi telefonszámokról hívják fel az áldozataikat. Ha egy ilyen hívást felvesz valaki, azzal még nem keletkezik anyagi kára. A csalók viszont azonnal lebontják a vonalat, és arra számítanak, hogy visszahívja őket az áldozat. Ekkor viszont már több tízezer forintos telefonszámlát is kaphat az átvert hívó. A rendőrség ezért azt kéri, hogy ismeretlen külföldi hívást senki ne fogadjon. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az ilyen hívószámokat sose vegyük fel, tehát hogyha számunkra ismeretlen külföldi hívások vannak, azokra ne válaszoljunk, azokat ne hívjuk vissza. Saját telefonunkon, hogyha okos készülékünk van, ezeket a hívószámokat minden esetben blokkolni tudjuk. Ha azonban a készülékünk erre nem alkalmas, akkor keressük meg mobiltelefonszolgáltatónkat, akik ezeket a számokat blokkolni fogják számunkra. Megszűnnek a közigazgatási és a munkaügyi bíróságok szerdától. A változások Tolna megyét is érintik. A jövőben külön munkaügyi és külön közigazgatási bíróságok állnak fel. Az utóbbi szervezethez tartozó ügyeket első fokon ezután Pécsen tárgyalják majd. Április 1-től szerdától a Tolna megyében indult közigazgatási perek átkerülnek a pécsi törvényszékre. Az országban hasonló dolog történik minden ilyen perrel. Szerdától ugyanis közigazgatási pereket már regionális szinten tárgyalnak csak. Tolna megye illetékességi területe a pécsi törvényszék illetékességi területéhez fog tartozni, tehát eztán közigazgatási ügyben a pécsi törvényszék fog eljárni első fokon, ezen ügyek felülbírálatát pedig a kúria fogja elvégezni. A korábbi közigazgatási és munkaügyi bíróságok teljesen átalakulnak ezután. A munkaügyel kapcsolatos eljárások Tolna megyében a szekszárdi törvényszékhez kerülnek első fokon, másodfokon pedig a pécsi ítélőtábla tárgyalja majd az ilyen eljárásokat. 2020. március 31-ig az elektronikus vagy papír alapú munkaügyi, illetve közigazgatási bírósághoz érkezett kérelmeket még ide kell benyújtani hozzánk. Ezeket mi iktatjuk, illetve amennyire még lehetőség van, elbíráljuk. Amennyiben pedig már nincs rá lehetőség, akkor ezeket a bíróság megküldi az illetékes új bíróságnak, tehát az ügyfeleknek nincsen teendőjük. Az ügyfeleket emellett értesítik a bíróságok, hogy a jövőben melyik szervezeti egység dönt majd a pereikről. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Leköpte a buszvezetőt a dühös utas, nyomozás indult ellene, a sofőr karanténba került. Elmarad az esküvői szezon, sok szolgáltató marad munkanélkül. Kézmosás és fertőtlenítés, törődni kell kezünkkel a járvány alatt is. Karanténba került egy pécsi buszvezető, mert leköpte az egyik utas. A sofőr rendbontás miatt szólította fel későbbi támadóját, hogy szálljon le a járműről, de ez csak felbőszítette az elkövetőt, akit a sofőrök védelmére kihúzott szalag sem állított meg. Ez az a pécsi helyi járatú autóbusz, amelyiknek a sofőrjét leköpte egy utas. Jól látszik, hogy az elkövető átszakította a buszvezetőt az utastértől elválasztó szalagot. Az eset csütörtök délelőtt történt a 4-es járaton, Messzesen. Felháborító és mélységesen megdöbbentő ez az eset. Különösen azért, mert járványügyi helyzet van, és mindenkinek tudni kell, hogy egy ilyenfajta atrocitás miatt csak fokozódik a fertőzés veszély. Sajnos ez az egész országban tapasztalható, hiszen a közösségi médiákban látjuk, hogy nagyon sok helyen átmásznak a kordonokon, és a gépkocsi vezetőt vegzálják, illetve atrocitásokat követnek el ellenük. A Tüke busznál működő szakszervezet vezetője úgy tudja, hogy az elkövető rugdosta az autóbusz belsejét. Ezért a sofőr felszólította, szálljon le a járműről. Ezután tépte át a kordont a férfi és támadt a buszvezetőre, majd végül leköpte. Természetesen a társaság megtette a feljelentést. Az illető ugyan elment az autóbusztól, de megvan a fényképe, hiszen működött egy rögzítő eszköz.
úgyhogy ez alapján biztos be fogják tudni azonosítani. A társaság üzemorvosa a fertőzés lehetőségének kizárásáig javasolta az érintett buszvezető önkéntes házi karanténba vonulását. Ha megbetegszik a köpés miatt, akkor akár súlyos testi sértésért is felelhet az elkövető. Ennek büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés is lehet. A járművet lezárta a hatóság a Diófa utcában. Szinte lenullázta az esküvői szezont a koronavírus járvány, mondják a vállalkozók. A jegyes párok az áprilisi, májusi, de a nyár elejé lakodalmakat is új időpontra teszik át. Az már most látszik, hogy az esküvőiparban dolgozóknak is jelentős anyagi kiesést jelent a járványhelyzet. Veszélybe kerültek a lakodalmak a koronavírus járvány miatt. A párok általában a nagy nap előtt 1 évvel kezdik szervezni az esküvőt, amely sok esetben idén csak máskor és máshogy valósulhat meg. 1 hét körülbelül eltelt, mikor kipattant az igazi vírus helyzet itt Magyarországon. Körülbelül 1 hétig még reménykedtek szerintem a párok abban, hogy akár a saját esküvőiket, lagziaikat meg tudják tartani, de ugye még nem voltunk akkor igazából benne az esküvői szezonban, viszont áprilisra, májusra azért már jó néhány pár gondolkodott esküvőben, lagziban. Na most ezek szinte biztos, hogy idén nem lesznek megtartva, és azt gondolom, hogy a június-júliusi esküvők is ilyen szempontból veszélyben vannak. A ceremóniamester online elmondta, vannak olyan párok, akik az eredeti időponthoz képest 1 évvel halasztják el a nagynapot, de legtöbben még idén megtartanák az esküvőjüket. Én azt tapasztalom, hogy leginkább a jegyes párok azt a megoldást választják, vagy keresik, hogy azért szeretnék megtartani az esküvőiket, továbbra is szeretik egymást nyilván, és igyekeznek őszi, de akár téli időpontra is áttolni, áttenni az esküvőket. Legalábbis az én ügyfélkörömben nagyon sok ilyen telefon érkezett, és főként szeptemberi, októberi, de még novemberi, decemberi időpontokat is kérdeztek tőlem, hogy nekem az megfelele. Kajetán Jácint fotósnál a márciusi, áprilisi és májusi esküvőket érintette először a járvány. Most igyekszik minden párral új időpontot találni. Minden szolgáltató azért próbál az ügyben lépni, tenni annak érdekében, hogy a már meglévő szerződéseket, a már meglévő párokkal egy olyan időpontra módosítsa, ami lehetőség szerint mindenkinek megfelel, de az elmaradó esküvők és a pillanatnyi bevétel kiesése az nagyon komoly lavinát is elindíthat akár, mert ugye jellemzően ebben az ágazatban tavasztól őszig tart a szezon, télen a fejlesztések időszaka van, és hát a tavasszal mielőtt elkezdődik a szezon, nem annyira állnak jól a szolgáltatók zöme anyagilag, ugye abban reménykednek, hogy majd a április-májusban induló szezonban minden a helyére áll, tehát a szolgáltatók nagy része fejlesztésekre költött, és emiatt egy kicsit nehéz. Valamilyen gazdasági segítségben bíznak ebben a nehéz helyzetben, mondta Kajetán Jácint. Emiatt is fontos lenne akár az, hogy a kormány a gazdaságvédelmi akcióterv keretében akár egy következő hullámban gondoljon a fotós, az egyéb szolgáltatókra, mert azért egy pár szegmenst már érintett az előadó művészetet, értem ez alatt például ott már hoztak olyan kedvező döntéseket, amivel segítik a vállalkozókat. A szűk körű esküvőket a jelen helyzetben meg lehet tartani, de a párok nagy része a már eltervezett nagyobb eseményt szeretné. A koronavírus járvány miatt ezt azonban leghamarabb csak őszi vagy téli időpontban remélhetik. A koronavírus elleni védekezés egyik alapja a gyakori kézmosás és a fertőtlenítés, ezek azonban megviselik a téli időszak miatt amúgy is száraz bőrt. A szakorvosokhoz egyre többen fordulnak kipirosodott, vízkető, égető panaszokkal. A bőrgyógyász azt mondja, kezelni kell a bőrünket még a védekezés közben is. Száraz, kipirosodott bőr, sokunknak ilyen a keze, főleg most a járvány miatt alkalmazott gyakori kézmosás, fertőtlenítés miatt. A sok fertőtlenítőszer és a gyakori kézmosás kiszárítja a télen amúgy is elég száraz bőrt, és ilyenkor hát dupla gyakran jelentkeznek a betegek ilyen problémával, hogy száraz, viszket, égfáj a bőrük, és nem mindig elegek a szokásos kézkrémek. Sokan kesztyűt használnak a védekezéshez, azonban ez sem mindenkinek jó. A gumikesztyű is okozhat irritációt elég sok embernél, úgyhogy azt sem tudja mindenki hordani. Hát azt tudjuk csak tanácsolni tényleg, hogy minél gyakrabban kenje be a bőrét, és legalább este valamilyen zsírosabb típusú kézkrémet használjon, ami nem nagyon jól szívódik be, de legalább hatékony és védi a kezet.
Inkább a szappanos kézmosást szoktam én ajánlani a folyékony szappan helyett, tehát a sima szokásos babaszappan. Az nem irritál és szárít annyira, mint a folyékony szappan, mondja a szakember. Akinek pedig nagyon megviseli a bőrét a sok kézmosás, annak ekcémás gyulladásai is lehetnek. Ezt szteroidos krémmel lehet gyógyítani, amit a bőrgyógyászok írhatnak fel, mondja a főorvos. Végül mutatjuk újra, röviden tolna meg a legfontosabb híreit. Szerdától ingyenes a parkolás Szekszárdon, Ács Rezső polgármester rendelete június 30-áig érvényes. Önkéntesség, Bátaszéken is segítik a városban élő időseket. Élet az idősek otthonában, a vírus miatt látogatási tilalom van mindenhol. Az egészségügyieket bíztatják, egyre többen tapsolnak értük esténként. Kedden is szeles, hideg időre kell készülni, futó hózápor kialakulhat a délutáni órákban, enyhülésre szerdától lesz csak esély. Friss hírekkel legközelebb, kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Már köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!